Hello, hello! Ebben a videóban arról lesz szó, hogyan lehet megoldani, hogy a Windows induláskor ne kérjen nevet és jelszót, hanem az azonosító adatokat automatikusan kitöltse, és így megállás nélkül induljon el a Windows. Nos, ehhez a NetPlease nevű kis programocskát fogom használni, ami a Windowsnak a része, ezért nem kell sem letölteni, sem telepíteni. És igen, volt már ebben a témában videó, nem is egy, de ugye az az apropója, hogy ezt a NetPlease nevezetű programot használta mindenki erre, hogy be tudjon lépni jelszó nélkül a Windowsba automatikusan. Viszont a Microsoft egy másfél-két évvel ezelőtt kiszedte ezt a lehetőséget a programból, ami ugye úgy nézett ki, hogy egy pipát ki kellett szedni egy kockából, megadni a felhasználó nevet és a jelszót, és már is automatikusan történt a belépés. Nos, a Microsoft ezt a lehetőséget kiszedte, és most ebben a videóban akkor megmutatom azt is, hogy lehet ezt a lehetőséget visszatenni, és hogy lehet a programot használni. Majd a legvégén szót ejtünk egy olyan hibáról is, amit az előző videókban néhányan jeleztek nekem, hogy valami nem sikerült a jelszó vagy a név megadásánál, ezért duplikálta a jelenlegi felhasználót a program, és így már két azonos nevű felhasználói fiókkal tudott belépni az illető. Na, erre a hibára is majd megnézzük a megoldást, de nézzük most, hogy mi a teendőnk. A programocskát egyszerűen érjük el, a kereső mezőbe beírjuk, hogy netpl víz, futtatjuk, majd ezt a felhasználói fiókok nevű ablakocskát kapjuk. A módszer használható Win7, Win8, Win10, Win11 esetén is. Win7, Win8-nál nincs gond, viszont Win10 és Win11 esetén, ugye, mint mondtam, másfél-két évvel ezelőtt a Microsoft kiszedte ezt a jelszó nélküli indítási lehetőséget, és nekünk ezt most vissza kell varázsolni. Valahol itt kéne lennie egy ilyen pipálható kockának, de jelenleg nincs itt. Ezt most megoldjuk egyszerűen. Bezárom az ablakot, és ismét a keresőbe beírom, hogy regedit, és elindítom a beállítás szerkesztőt, és kirakom teljes képernyőre, hogy jobban lássuk. Itt rámegyünk a HKEY Local Machine sorra, lenyitom a kis háromszöggel, ezen belül megkeresem a szoftvert, szintén a kis háromszöggel lenyitom, ezen belül a Microsoftot keresem meg, szintén kinyitom, és itt jó sok sor van, letekerek az aljára a W-hez, ugyanis a Windows Entity-t keresem, amit szintén kinyitok, azon belül a Current Version-t, és itt megint sok mindent lehet keresni, úgyhogy itt a Passwordless sort kell megkeresni, lenyitom, azon belül a device, és akkor itt a jobb oldalon kiválasztom ezt a device passwordless sort, amire, hogyha duplán klikkelek, vagy jobbklik módosítás, akkor megjelenik ez a kis ablak, ahol van egy ilyen, hogy érték 2-es. Nos, annyi dolgunk van, hogy ezt a 2-est átírjuk 1-esre, nyomunk egy okkot, bezárjuk a programot, nincs már rá szükségünk, és itt ismét elindítjuk a NetPlease-t, ismét a keresőbe beírom, hogy netpl víz, és jól látható, hogy már is itt van a pipálható lehetőség, hogy a számítógép használatához jelszót és felhasználó nevet kell megadni. Innen most kiszedjük a pipát, megadjuk a felhasználó nevet és a jelszót, és a következő újraindításnál már is automatikusan fog belépni a Windows. De azt még elmondom, ugye, hogy itt lehet e-mail címet megadni. Ugye, mint látható, én is e-mail címmel vagyok bejelentkezve online felhasználói fiókba. Természetesen van, hogy
van, akinek offline felhasználó fiókja van, vagy van mindkettő, mint nekem például a laptopomon. Ha az offline-nal akarunk belépni, akkor nagyon egyszerű dolgunk van, mert az offline fióknak a nevét kell megadni, és a hozzátartozó jelszót. Nagyon fontos, hogy nem a PIN kódot. Tehát nem a PIN kódot kell megadni, amit indulásnál meg lehetett adni egy rövidített PIN kódot, hogy ne mindig az esetlegesen hosszú jelszavat kelljen begépelni. Itt mindenképp majd a jelszót kell megadni. Jelen esetben nálam az e-mail címhez tartozó jelszóra van szükség, ugye, amit a fiók létrehozásakor megadtam. Nagyon sok esetben elég az, hogyha megadjuk magát ezt az e-mail címet és a jelszót. Ellenben bizonyos esetekben ilyenkor probléma lép fel valamiért, és beduplikálja a felhasználói fiókot, és ebből problémák adódhatnak. Erről lesz majd szó a videó végén. De hogy ezt elkerüljük, megmutatom, hogy rámegyek ide a felhasználóra. Ugye, hogyha több felhasználó van, akkor azt az egyet kell kiválasztanunk, amelyiket szeretnénk, hogy automatikusan belépjen. Nálam, mivel egy van, ilyen választási gondom nincs. Rámegyek ide, hogy tulajdonságok, akkor kiad egy ilyen adatlapot, és itt írja, hogy felhasználói név Fagyi. Tehát, amikor most majd kérni fogja a felhasználó nevet és a jelszót az automatikus belépéshez, akkor nem az e-mail címet fogom megadni, hanem ezt a felhasználói nevet, hogy Fagyi. Nyilván mindenkinek más és más felhasználói név lesz itt, de az a lényeg, hogy azt adjuk meg, ami itt a felhasználó névnél van. Ellen esetben nálam ez a Fagyi. Oké. Kiszedem a pipát, hogy ne kérjen jelszót az indulásnál, alkalmazom, és most adja be azt az ablakot, ahol az automatikus bejelentkezés adatait kell megadni. Nekem már automatikusan ideírta a felhasználó névhez, hogy Fagyi, tehát nem az e-mail címet írom be, nem marad ez, hogy Fagyi. Viszont az e-mail címhez tartozó jelszót fogom beírni. Rendben, oké. Első körben lehet, hogy az ablakot fogjuk látni, hogy módosítottuk a felhasználói fiókot, és ezért újra be kell lépni. Itt még PIN kóddal visszalépek. De most már, hogyha kilépek, és újraindítom a gépet, akkor automatikusan be kell jelentkeznie. Mint látható, itt már írja is a fiók nevet, és automatikusan bejelentkezik. És kész, ennyi volt. Ha az itt látott módon járunk el, akkor valószínűleg nem lesz problémánk, de azért, mint ígértem, itt a videó végén még megmutatom, hogy mi van abban az esetben, ha mégis valami probléma lép fel, és megduplázódik a fiókunk, hogy lépjünk be, és hogy hárítsuk el a hibát. Nos, hogyha ez a hiba lép fel újraindítás után, azt fogjuk tapasztalni, hogy duplikálva lett a felhasználónk, akkor semmiképp se avval próbálkozzuk, hogy itt még egyszer beírjuk a jelszót, mert el fog indulni, viszont ténylegesen létrehoz még egy felhasználót, hanem menjünk át a másik azonos nevű fiókra, ahol PIN kódot kér, adjuk meg a PIN kódunkat, így belépve nem jön létre új felhasználó, és korrigálhatjuk a hibánkat. Ilyenkor rá tudok menni a felhasználóra, lekérem a tulajdonságait, és itt mutat egy felhasználó nevet. Egyszerűen csak annyi, hogy Fagyi. Tehát akkor, ha ismét kiszedem a pipát, akkor ismét kérni fogja a felhasználó nevet és a jelszót, de ilyenkor ezt a felhasználó nevet adom meg.
Előfordulhat az is, hogy itt nem csak egy ilyen kis rövid nevet, hanem ide mögé még rak XYZ0102 stb. Valamilyen kódot, és akkor azt is adjuk meg. Tehát amit itt a felhasználónévnél látunk, azt adjuk meg majd felhasználónévnek, miután kiszedtük a pipát. De itt írja is nekem már ezt a fagyit. Jó, és akkor ehhez adom meg a Gmail címhez tartozó jelszót. Elméletileg most már, ha újraindítom a gépet, nem lesz probléma. És mint láthatjuk, most gyönyörűen belépett magától, tehát működik. Nos, akkor ennyi lett volna a NetPlease programnak a használata és az esetleges hiba elhárítás. Remélem tudtam valakinek vele segíteni. Nincs is más, mint hogy elköszönjek, és találkozunk a következő videóban. Hello, hello!